Sziasztok, indulunk a zenekarra, a Chicago Bandel Marosvásárhelyre. Dolgozzatok! Itt vagyunk még a Kolozsvári úton, Váradon. Megkaptuk Kozmintól a bazi nagy dubát, mikrobuszt. 7 személy plusz izé, ne szitkozódjál! Úgyhogy ez az autó, ez brutálisan tiszta és minden van benne. Manuális, de jó, 10-11-et eszik. Megmutatom nektek az egészet. Nézed csak. Jó hosszú. Turnébusz. Milyen kocsi ez? Ducato Maxi, Fiat Ducato. Na, úgyhogy majd mutatok nektek majd többet később útközben, jó? Na fiúk, indulás, kész? Egy kis pálinkát iszik valaki? Igen, indulhatunk? Na! Yeah! Megyünk Marosvásárhelyre, Lakadáréba! Hopp, 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 hopp! Szebikén vezet, Csabika, törpe! Tibirit Dabarabtó! Én az ifjú pár! Még józan mindenki! Józan is marad! Na emberek, mivel úton vagyunk, egy idegen autóba, nem én vezetek, hanem Szebi. Ezért megteltem azt, amit mindig is akartam. Mr. Binkendi Romániába! Na még az a baj, hogy nincs ablakspriccoló folyadékunk, úgyhogy úgy döntöttük a fiúkkal, hogy köpködni fogjuk az ablakot. Egy túrákon járnám. Nem mered leköpködni. Ezt nem teszem, nem merem. Van nálunk minden cigi, ilyen cigi, olyan cigi, Red Bull a szárnyakat ad, poros a rádió. Szebinek már beizett a töke. Érzed a szagot? Hát azért engedtem az ablakot ennyire. Nézd csak! Jaj, de! Ismertem. Az élesdi dugóba az a jó, hogy énekelünk nektek egy nótát. Két hete tanultuk Székelyföldön, és Csabi már tudta, amikor megszületett. Egy, két, há, és! Gyertek fiúk, menjünk a kocsmába, 15 liter borára. Húzat cigány ezer lejest adok, még az éjjel mulatni akarok. Hey! Ez az autó tökéletes állapotban van, csak nyiszorog a fék, nem tudom, hallatszik? De amikor fék ezzel, akkor nem. Úgyhogy biztonságban vagyunk. Megöltünk, megálltunk itt. Latinonál, Negrenbe, nagyon jó kis étterem, volt a nem tudom milyen műsorban is. Nagyon jó kaja van, figyelj! Hopsz, így. Nem drága, nagyon hamar kihozzák és fincsi. Meg is jött a kaján közben, szokásos. Jó étvágyat, fiúk! Köszönöm! Ilyen szép! Ott az autó. Csabi, jössz? Indulunk Negrenből tovább. Van vagy 50 kilométerünk, de már unjuk. Ugye, fiú? Már nagyon. Menjünk a kocsmába! Ígyunk egy sert! 9 liter borára! Elősz ki! Ah. La 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 la. Persze, fiam, ez a hátulja. Most felszínbe bepakolni. Jó nagy, ott vannak a ruhák. Tényleg szépen a ruhákat majd itt adjátok majd. Hát ott majd szállás. Ez a terem, ahol vagyunk. Itt pakoltuk, mert milyen nagy parkolója van, itt a semmi közepén. Ott a duba. És ez a nagy terem. Na emberek! Találtunk végre egy hotelt, Hotel Plaza Marosvásárhelyen. Az első büdös volt, olcsó. És büdös és koszos. Utána felhívtunk még vagy 6-ot, mindegyik foglalt volt, és most megyünk be ide. A központnak a központjába. Elfordul az éve, vagy nem? Minket vár. Gyere jobbra egy kicsit. Ó, ember. Ó, van itt parkoló. Na nézd meg. Itt van valami ajtó. Úgy néz ki, mint egy piros lámpás ház, de legalább tisztaság van. Be kell nyomd a kártyát, te. Igen. Minden? Nyomd be. És kapcsol fel a villanyt.
Nekem mindig ilyen az egy. Nagyon szép. Figyelj már, mint piről. De nagyon tiszta, jó illat van, van légkondit, bejössz. Köszönjük, Plaza Hotel. Az én pofám is benne a reakcióban, még nem néztem meg csak a kilátást. Ez a mosdó. Hello, látszik az egész férfias testem. Klotyesz, minden, telefon. Hello! Jól néz ki? Ez a szoba, a tévé már bele is kapcsolt. Adnak vizet, nagyon szuper, nézd csak. Telefontöltős iPhone-oknak. Édni, ez mi ez? Hú, de jó. USB töltő, na hála Istennek, tiszta ágy végre. Van légkondi, emberek! Jó lesz ez. És nézd a kilátást. Kicsit zajos lesz éjszaka. De szerintem megteszünk szép. Ha nem tudok aludni, majd nézem a tájat. Hello! Megjöttünk az étterembe, na ez már más, fiú. És ez a hotelnek az étterme. Borfal. Igazság az, hogy abból az étlapból nem értettünk semmit. Humuszok, meg fufuszok, meg mumusok voltak benne. Amúgy is közel volt már nagyon a záróra, úgyhogy kimentünk inkább a sétálóra, és ott közel a hotelhez. Éttermeztünk, vacsoráztunk. Na bejöttünk egy faszok is étterembe. Nem értem. Kifele, talókat kitottam kifele. Először azt láttad, hogy a 130-be. Kérdeztem, látom, írja angolul. Mondom, miért nem mutatok, hogy csak ének. De aztán csak azt Én értek, bementünk a hotelünknek az éttermébe, és gyönyörű. Láttátok, amit mutattam az előbb, és kinyitottuk az étlapot, és egy kukkot nem értettünk belőle. Azért na, nekünk is megvan az a szint, amikor már nem, az agy nem fogja fel, hogy fejjel mi van. Na de itt sörözünk egyet, jégerezünk egyet, eszünk, és fekszünk le. Szebikém allergiás a macskákra, és pont ott ment emelbe. Száma krumpli. Húzd be a csecsed. Na lássuk, mik vannak. Kotlet de porc, csákol karamellizált, mustár dijon, kastával, vacsorát 3 trédunk, élet sajt, 3 hónapos élet sajt. Megjött a vacsora, Cajun steak, vagy micsoda, Cajun. Ez valami rostonsült alápecsenye, ott meg Szebi nem éhes. Nagyon szép város lenne Marosvásárhely, csak az a baj, hogy nem tudsz ülni nyugodtan egy étterembe, egy teraszon, mert annyi kéregető van, hogy hihetetlen. Várdon volt ilyen 25 éve. Várom a taxit, megyek egy kicsit shoppingolni. Igen, várjuk a taxit. Várjuk itt a szép kis központ. Reggeliztünk, kávéztunk, kávé utáni dolog, és megyek egy kicsit gyereknek, meg az asszonynak nézni valamit. Lefulasztottad? Megyünk a lakadáréba, a teremhez, utána megyünk kicsikét utcázni az ifjúpárral. Vészünk a csomagot is magunkkal, éjszakai ruhát, reggeli pakoló ruhát. Hotel ciao, itt szoptunk az este, hogy is. Na, ide hozott a GPS, az közben nem is hotel, vagy mi a faszom? Gázosok. Gázosok, igen, lefoglalták. Jó lesz az. Darin. Igen. A Darin lánc Marosvásárhelyen egy fos. Már mindegy. Na nézd fiam, ilyen a belső a kis izének. Én ülök itt. Szebi vezet. És itt ül Csabi hátul, van 4 ülés. Meg fenn van olyan raktér. Na csúsztatható sajtaja van. Ez meg az eleje az autónak. Most jöttünk a teremhez, kezdjük mindjárt a zenélést, a mennyasszonya meg a vőlegénye. Már vannak itt emberek, nézzet. Nem hiszem a hűvösnök. De jövök. Siku. Helybeigazítás van. Helybeigazítás. Helybeigazítás. Kamerman. Ziua bună! Ziua de azi pentru Cosmin.
este cea mai frumoasă din viața ta. Cu buchetul în mână o să spună numele miresei cu care o să meargă în fața altarului și o să promită o iubire veșnică. Spune pe nume. Golan Bomporumbiță. Poate spui Jesse. Spune ceva și tu așa mai. Strigă tare să audă. Strigă tare. Iubirea mea. Nu am auzit nimeni. Hai să auzi. Hai zic tare. Iubirea mea. Jesse și ea, să cu Diurică. Hai să vedem. Haideți să aplaudăm să iasă și Hölgyeim és uraim, itt vagyunk most a Lagzinál, várjuk az ifjú párt, és itt van egy DJ kollégánk, és úgy hívják, hogy Mihály. Komentem is DJ? DJ Mikael, sziasztok! Sziasztok! Itt vagyunk, csak Sprite-ot iszunk, semmi pálinka. Kávé, kávé. És megjött az ifjú pár. Sziasztok, jó zenét! Köszi! Köszi. Na és akkor így fejeződött be a Lagzi, a Duracell csapattal hajnalban még énekeltünk egy párat. Itt megjöttünk hazafelé és gyűltek a felhők előttünk, féltünk, hogy elkap egy nagy eső minket, de végül nem lett belőle semmi. Ez az gyönyörű szép tájak, ott messze felhőség, minden, ott zúgott az eső. Hú, de érdekes. Emberek, megyünk hazafele. Szép Lagzi volt, jó Lagzi volt. Éhesek vagyunk, figyeljetek milyen felhő vár, ami a térképen meg se jelenik. Az fasza lesz. Menjünk bele, Szebi, menjünk bele! Húzzá félre! Megyünk arra! Hazafele, már persze nem olyan frissen, mert keveset aludtunk. Szevasztok fiúk, itt vagyunk Latino. Miért kevesen vannak, olyan jó ez a negreni kajáda. Nem drága a gyorsan hozzá kajád. Jó hely, finom. Búcsúzok tőletek ezzel a vlogból, mert a fasznak van már kedve filmezni tovább. Sziasztok!